A bajnoki rájátszás utolsó hazai mérkőzését játszották a dunaújvárosi futszálosok hétfőn a Debreceni Egyetem AC gárdájával. A mérkőzésnek már nem volt tétje, mert az már a megmérettetés előtt kiderült, hogy a dunaújvárosiak a helyosztón harmadik helyért játszanak majd. Míg a mieink célja a szezon kezdetekor a dobogó volt, addig az NB1-be frissen feljutott debreceniek csak a kiesés ellen küzdöttek. Ehhez képest a vendégek együttese egy esetleges győzelemmel a tabella 5. helyére küzdhette volna fel magát. Rengeteg munkával jutottunk el idáig, edzeni. Én ebbe hiszek, ugye nálunk nincsenek sztárok, gyakorlatilag a játékosoknak a nagy részének ez az első idénye az NB1-be. El kellett velük hitetni, hogy lehet itt eredményeket elérni, illetve a munka. Mai mérkőzésen az első fél időben jól sikerült a védekezés és abból a kontráknak az indítása, azért tudtunk nagy arányba vezetni. A második fél időben is hasonló dolgot próbáltunk meg, csak túlzottan magunkra húztuk az ellenfelet, túlzottan tiszteltük őket. Nem kellett volna ennyire, és ezért a labdás megtámadás nagyon gyenge volt, és ezért nagyon közelről tudtak átlőni minket, és ebből születtek a gólok. Ugye a végén nekiálltunk 5-4-ezni, megpróbáltuk, ugye visszafelesült el ez a fegyver, de muszáj volt, mert mi rajtunk csak a 3 pont segített volna, hogyha 1 pontot szerzünk, ez semmit nem jelent. A Dunafer erősen kezdte a mérkőzést, az első 4 percben több helyzetet alakítottak ki, de a vendégek sem adták könnyen magukat. A játék 9. percében a debreceniek átvették a vezetést, és ezt követően sem kellett sokat várni a következő találatra, amit ismét a vendégek szereztek. Ezért Takó Csaba időt kért, hogy felrázza a házigazdák csapatát. A pauza után bár felpörögtek a Dunafer fiai, megint csak helyzetekig jutottak, amelyeket továbbra sem sikerült értékesíteni. A félidei szünetig még tovább növelték előnyüket a feketemezesek, így 3-0-val fordultak a játékosok. A térfélcserét követően szerencsére egy teljesen új hazai alakulat lépett a pályára, akik az első pillanattól fogva uralták a mérkőzést. A 23. percben Német Péter átlövésből szerezte meg az első dunaújvárosi gólt, majd ezt néhány perccel később megismételte. A folyamatos támadások és a rengeteg helyzet előrevetítette még több találat lehetőségét, amelyet Friedrich Dávid rúgott be nekünk a mérkőzés 33. percében. A játék vége előtt 20 másodperccel az éppen 5-4-et játszó vendégek eladták a labdát, így Hosszú Ádám üres kapuba lőhette be a hazaiak győzelmét jelentő találatát. Gyakorlatilag a kezdésünk azt lehet mondani, hogy jó volt, ritszereink voltak, kis túlzásra el tudtuk volna dönteni a mérkőzést az első 4 percben. Nem éltünk ezekkel a lehetőségekkel, és akkor utána volt egy hullámvölgy, amikor nagyon-nagyon óvodás gólokat kaptunk, és írtó nehéz helyzetbe hoztuk saját magunkat, ami utána meghatározta az egész játékképét a mérkőzés hátrajövő részére. Idegesek voltunk, kapkodtunk, rossz döntéseket hoztunk, tehát hogyha abból indulunk ki, hogy ketté kell bontani, a másik fél idő ilyen szempontból volt nehéz, tehát nem tudtunk megnyugodni igazából, ellenben a játékunk azért nagyságrendekkel jobban nézett ki. Azt lehet mondani, a második játék részben felbillent a pálya, abszolút az ellenfél tér felén pattogott a labda végig szinte. Egy-egy kontrájuk volt, ami azért veszélyes volt, ugye rúgta kapufákat, tehát hogy volt szerencsénk is, de én azt gondolom, második félidőben sokat tettünk azért, hogy mellénk álljon a szerencse. A dunaújvárosi fiúk következő mérkőzése a Berettyóújfalu együttese ellen május 28-án hétfőn 18:30 perckor kezdődik majd idegenben.